De nem is reklamált ezt Tevez, elismerte. Én itt láthattuk, hogy ugyan nem volt belül a védő, de ahogy a levegőben megpörgött, a horvát játékos összeértek, és ez megzavarta a lövésben. Szandrik első szándékból. A horvátoknál most az előny. A második félidő fele is eltelt. Egyelőre abszolút teljes mértékben egymás mellett a két csapat. De horvát védés. Henningmantól igaz, hogy lerepült a sapkája. Ez bánja a legkevésbé. Hát, ez kell egy hárításhoz. Benne volt a keze is, feje is. A védés érvényes. Szandri gól. 14-10 a horvátoknak. Nagyon egyben van ez a horvát csapat, nehéz lesz megállítani őket. Sőt, főleg, hogyha Henningman elkapja a fonalat. Picit figyelmeztetni kell a horvátokat, mert a pályán kívülieket. Igen, 10-ből 10 horvát úgy látta, hogy a brazil támadóra pattant vissza a labda a kapus védése után. Nyilván a brazilokból 10-ből 10-en másképp lette. Oliveira! Henningman! Hát most neki is köszönhető az, hogy a horvátok egyre közelebb a világbajnoki aranyhoz. És egy elég lelkes szurkolótábor el is kísérte őket, tehát a bal felső sarokban lehet látni, jöttek szép számmal. Le a szélre. Gól! Dikic! Jön az időkérés brazil részről. 3 percnél egy picivel több van vissza, és úgy ítélte meg a kapitány, az utolsó esélyek egyikét megpróbálják most megragadni és rendet tenni a fejekbe. 6 pont a különbség. Most föl kéne jönniük a braziloknak. Elképzelhető valamiféle nagyobb rizikóvállalás, meg kockáztatás, mert ugye most már lassan az idővel is harcolniuk kell, hogyha nem faragnak. Szerintem védekezésben megpróbálják megnyitni, és gyors lövésre kényszeríteni a horvátokat. Abban bízhatnak talán, hogy a kapusuk megfog néhány lövést, vagy elhibázzák a horvátok, és be tudják hozni még. Ez a 6 pontsront kézilabdában nem egy olyan nagy különbség, főleg úgy, hogy náluk van a labda. Ezt jó esetben most 4-re tudják majd csökkenteni. Hát még a rizikóvállalás az nem most fog következni, hanem az utolsó percekre fog maradni. Csak hát ugye pluszban még meg kell küzdeniük a horvát kapussal is, Henningmannal. Nagyon elkapta a fonalat itt a utolsó 1-2 percben. Ennek ellenére, és ezt talán most már elárulhatjuk önöknek, nem ő lett a legjobb kapus a világbajnokságon, hanem a katari Mosin Yafai. A brazilok részéről a jobb szélső Amaral lett a legjobb a maga kategóriájában. Még a horvátoktól Juric a legjobb balszélső ezen a világbajnokságon. És egyben a torna legjobb játékosa is. Ellenben mi is ott vagyunk, mert Kun Attilát választották a legjobb beállónak. Így van, gratulálunk neki ezúton is. A brazilok pedig 4-re csökkentették a különbséget. Próbálnak most egy nyitottabb, mozgékonyabb védekezési formációt csinálni. Szándékhoz most nem jutott el. Talán az első sikeres védekezés ezen a meccsen Szandrik ellen. Most benn van Amaral jobb szélen. Oliveirától kapja, kicsit nehezen tudta ezt összeszedni. Bravúrral mentette meg, és a blokkról
levágódott a labda, így folytathatja Brazília. Az milyen passz volt Oliveirától? Nem véletlenül a világ legjobbja. Azt a mindenségét. Úgy ítélte meg, hogy a 2 méter fölötti Sandriknál nem jár sikerrel, inkább alatta próbálta meg becsempészni a labdát. Hát sok mindent láttunk már ezen a VB-n, de ilyet még nem. Egészen szenzációs, egy leleményes megoldás. Aztán Sandrik nehezen viselte és leütötte a brazil játékos kezét. És 2 pontra följöhet most Brazília. Gil Pires. Fel is jön Brazília. Nagyon jó százalékkal értékesíti ő is a büntetőket. Idegvérrel ezúttal is. Itt van még egyszer ez az Oliveira passz. Hát ez valami egészen mesés. De jön a horvát gól is. Vikic. Ez is ugyanolyan szép találatot. Kilőtte az egyenes hölső. Oliveira megint. Az ő gólja. 2-5 ér. És megint 2-re zárkóznak. És megkezdődik az utolsó perc. Hamarosan lesz horvát időkérés is majd. De csak a gól után. Igen, beullik. Valentakovic. Megint 4 közte. Most viszont gyors támadás kell a braziloktól, hogyha akarnak még keresni valamit. Amaral. Nem, nincs gól. Henningman véd, de jöhetnek még a brazilok. Valamivel több mint fél perc még hátra lévő idő. Oliveira. Mellé. De büntető. Ennek hozzá ütésért. Igen, a második fél idő elején figyelmeztették a horvát játékos, hogy ebből nem kérnek többet. Most megtörtént a kiállítás és büntető. 25 másodperc lesz még nagyjából a horvátoknak, amit ki kellene játszaniuk. Feltéve, hogy Pires ismét betalál büntetőből. Na nézzük Pireszt. Betalál, persze. Anélkül nem lesz győzelem. Tovább is mennek, próbálnak agresszívan egyből letámadni. Mikor kérnek időt a horvátok, még hagyják, még húzzák, egyre nem passzív. És ha betalálnak, akkor megint vezettek többel. Egyet ér ez a gól, Oliveira megy föl, a felső lécről kijön, 21-18-ra győz Horvátország, és megnyeri a második szettet is. És ez azt jelenti, hogy másodszor története során 2008-at követően világbajnok. Nem csak a nőknél, hanem a férfiaknál is legyőzik a brazilokat a döntőben. Abszolút megérdemelt a horvát siker itt a meccs képe alapján. Láttunk szép játékot, amiben reménykedtünk nagyon sok jó megmozdulást és a látványos gólt, illetve egy olyan Oliveira passzt, amit még mindig nem fogtam föl, hogy azt hogy vitelezte ki. Viszont nem látunk brazil örömünnepet, mert a horvátok itt nagyon-nagyon szívós védekezéssel és jó helyzet kihasználással megnyerték a világbajnokságot. Az egész VB-n így játszottak, és ez a végeredmény 19-15, majd 21-18.